Sziasztok! Eni vagyok, és üdvözöllek a YouTube csatornámon. A mai videónk egy óda lesz az őszhöz. Legalábbis nagyjából. Ugyanis egy csomó olyan dolgot fogunk csinálni, amivel megpróbáljuk egy kicsit elkapni, hogy miért is különleges ez az időszak. Mondhatjuk azt is, hogy megpróbáljuk egy picit romanticizálni ezt a szezont. Tudjátok, amikor minden extra hangulatos, pont úgy állnak a háttérben a párnák, ahogyan kell. Te pedig a film főszereplője vagy, és most tartotok egy nagyon cozy montázsos résznél. Legalábbis valami ilyesminek tudnám leírni ennek a videónak az ötletét. Martin egyébként meg nincs otthon, de már megbeszéltem vele, hogy ma este nézni fogunk egy hangulatos filmet. Nagyon szeretünk egyébként bekuckózni ide a kanapéra és sorozatokat vagy filmeket nézni. De hogy még különlegesebbé tegyem az estét, úgy döntöttem, hogy sütni fogunk pizzát, méghozzá tök és szellem alakú pizzát, csak hogy adjunk egy kicsit a hangulatnak, illetve szeretnék építeni egy takaró és paplan erődöt a kanapé köré fényfüzérekkel. Egy ilyen over the top, extra cozy valaminek képzeltem el így ezt az erődöt. És még sose építettem egy ilyet, de már évek óta szeretnék, és úgy gondoltam, hogy a mai egy tökéletes alkalom lesz arra, hogy ezt megcsináljuk. Úgyhogy kezdjük is el megépíteni, mert valamiért azt érzem, hogy nem lesz extrán egyszerű. Sikerült megépíteni a bunkert nagyjából. Egy kis szedett vedet, mert próbáltam eltakarni takarókkal. Itt ott például dobozok vannak, dobozok tartják azt a részt. És amúgy Melike, ó, bocsánat, nem akartál a korba ütni. Szóval Melike már elhelyezkedett kényelmesen. És szerintem még hozok a seggünk alá egy-két takarót, hogy puhább legyen, mert most leültem ide, és ez azért még mindig kemény egy picit így a földön. Sajnos nem tudtam megoldani, hogy a kanapé fölé kerüljen a bunki, mert egyszerűen nem maradtak úgy a takarók, ezért kénytelen voltam lehozni ide a földre. Ami még fontos volt, hogy rálássunk a tévére, amit egy nagyon picit arra fogok hozni, hogy jobban lássuk, de rálátunk innen kényelmesen a tévére, de még hiányoznak a fényfüzérek, hogy azért egy kicsit még hangulatosabb legyen. Miért fel az, hogyha valahova hozzáadunk fényeket rögtön? Jobban néz ki. Szia, pupu! Megyünk, csináljuk meg a pizzákat végre. Szóval hazaérkezve Martin, és azt mondta, hogy nagyon kis menő lett a bunker. Ugye? Nagyon menő lett amúgy, ja. Tényleg, amúgy meglepő. Néztem, hogy hogy fogsz itt ilyen baggy fortot csinálni, de nagyon király lett szerintem. Martin megszavazta, hogy egy kicsit ijesztőbb filmet nézzünk, úgyhogy mit nézünk? A Fear Street Part 1 1994-et. Itthon az a holnap este is, ugye? Igen. Jó. Mert akkor nem fogok félni. Igen. A hajnalban is féltem, pedig csak Until Dawn végig egyszer néztem. Mm.
Igazad van, lehet, hogy ez egy picit tényleg magas, de... It's okay. Így nem fogok tudni faragni. De segítsek? De. Köszönöm. De igen, azon is gondolkodtam, hogy felkelek mindjárt, és... és úgy fogom. Jaj, na ez egyáltalán nem néz ki furcsa jelenleg a kamera felét. Befele megy, nem oh. Nice! Akkor most, hogy ezt másodszor csináljuk, akkor ez már egy hagyományozó programunk, így össze. Úgyhogy egyszer kimaradt? Hát de tavaly azért maradt ki, mert Harry Potter bulira készültünk. És nem volt idő az őszi dolg. Jaj, nem is! Tudod, miért maradt itt tavaly? Hát tudom. Mert rohadtul nem volt már tök. Ja. A 31. héten a boltban. Most is azért vettem meg hamar. Egyébként megkérdeztem Martint, hogy neki mit jelent az ősz, meg milyen őszi hagyomány van, amit ő így szeret ebben az időszakban csinálni. És mi volt a válaszod? Az őszben az egyik legfanabb dolog, amit tökre kedvelek, mondjam kedvelek. Tökre. Viszont se lettem át. Csak természetesen jönnek meg nekem ezek a piccek. Az... mi? De akarsz szállni? Ezt ne belezd ki. Szóval van egy dolog, ami nagyon fán az őszben, amit tökre szeretek. És az a Halloween, ami amúgy jó. Szerintem mókás. Már azért eléggé így elterjedt szerintem itthon is így az, hogy halloweenozik az ember, vagy hogy nyilván ebből is pénzt lehet csinálni az üzletekben, de amikor még itthon nem volt ennek ekkora piaca, és az én kedves barátaimmal mindig tartottuk egy halloweeni bulit, és ez tök jó volt. Illetve én nagyon szeretek ilyenkor ilyen horrorjátékokkal játszani, meg esetleg ilyen ijesztő horrorfilmeket nézni, egy hangulatba jönni. Én amúgy nem kedvelem a horrort, de ez az évnek az időszaka, amikor neki beselkelek. És aztán vége a Halloweennak, és november 1-től karácsony. És két hónapon keresztül karácsony van. Mondjuk én nem tudom, én alapvetően szeretem betartani azt, hogy azért inkább november közepétől karácsony, és november közepéig még ősz. De tény, hogy már most szeptemberben mindenhol voltak karácsonyi dolgok, tehát őrület volt bemenni a Flying Tigerbe, ahol az egyik polcon az őszi dolgok voltak, a másik polcon a karácsonyi dolgok. Ki a tököt faragni, hogy az ember így megfogja a tököt, és kiválasztja a legszebb oldalát. Na, szakértő vagy? Hát persze, hát én ezt már másodszorra csinálom. És hogyha megvan, akkor leteszi magával szembe. Ja. Na, akkor azt mondod, válaszom ki a legjobb oldalát, meg úgy kell tököt faragni. Így van. Rendben. Én most egy klasszikus tököt fogok faragni. Ez mit jelent, egy klasszikus tök? Lesz két szemem, meg egy szájom. Így néz ki a tököm. Nem YouTube. Nem az a tököm. Az inspirálta a frizuráját, hogy az ellenkezőjét szerette volna annak, ami most az én frizurám. Idáig hallom, mit mond az a tök. Vannak egy aromanszra, tudod? Jaj! I'm gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. Az egyik kedvenc dolgom az őszben kint lenni és nézni a természet változását. Így nem lehetett volna teljes ez a videó, ha nem megyünk el Martinnal egy nagyot sétálni. Jó volt megnézni különböző parkokat a Dunaparton, és közben beszélgetni. I'll paint with colors, and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. Be filled with smoke, and
I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay.